Logisztikai bázis Nyíregyházán a Révész Nyírlók Kft. Rekord gyorsasággal mindössze 10 hónap alatt épített új, több mint 50 ezer négyzetméteres központot. Pályaválasztási kiállítás Nyíregyházán, a szakma bemutatón a megfontolt iskola választásra hívták fel a szülők és diákok figyelmét, hiszen manapság több területen is munkaerőhiány van. Tispol Truck and Bus, az európai szintű kampány keretein belül a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik Magyarország útjain. Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai bázisát adta át Orbán Viktor miniszterelnök szerda délelőtt Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Révész Nyírlók Kft. Rekord gyorsasággal mindössze 10 hónap alatt épített új, több mint 50 ezer négyzetméteres központot. A teljes mértékben magyar tulajdonú vállalat jelenleg 600 munkavállalóval és 500 kamionnal Magyarország piacvezető cége, de Európában is kiemelkedő szerepe van a gazdasági életben. Aki ismer, nagyon tudja, hogy nem sokat szoktam beszélni, de azért most szeretném megköszönni a családomnak, a feleségemnek a türelmet. Szeretném megköszönni a Révész cégcsoport összes dolgozójának, mert anélkül én nem tudnák itt lenni. Révész Bálint 1981-ben egy teherautóval indította el saját vállalkozását, ma pedig már Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai bázisát vezeti. A Révész Nyírlók Kft. Mindössze 10 hónap alatt épített több mint 50 ezer négyzetméteres raktárbázist, így összesen már több mint 260 ezer négyzetméter raktárkapacitással rendelkezik a vállalat hazánkban. 500 kamionnal, 600 munkavállalóval, 200 ezer négyzetméter raktárfelülettel, Magyarországon piacvezető, és Európában is az első 10 legnagyobb szereplő közé verekedte be magát. Tette ezt úgy, hogy mindeközben szintisztán magyar tulajdonú, magyar irányítású vállalkozás maradt, amely beruházásainak 100%-át Magyarországon hajtja végre. A Révész Logisztikai Központ már július óta működik, akkor igényei teljes mértékben kiszolgáló csarnok 85 fő foglalkoztatását is vállalta. A 9 milliárd forintos beruházást a magyar állam 594 millió forint közvetlen támogatással és adókedvezményekkel segítette. Ezek a fejlődések, ezek a folyamatban lévő az elmúlt években és jelenleg is megvalósuló beruházások a város gazdasági erejét növelik és az itt lakók biztonságérzetét. Azt hiszem, ma már minden nyíregyházi büszkén mondhatja, hogy az ország jó teljesítményéhez mi is hozzáteszünk. Polgármesterként pedig nagyon örülök, ha Nyíregyházán egy komoly beruházás valósul meg, főként, hogyha az új munkahelyek teremtésével is jár. Még nagyobb öröm talán, ha ezt a beruházást egy magyar, nyíregyházi családi vállalkozás valósítja meg. A raktár 5 tűzszakaszból áll, ezekhez egyenként 3-3 dokkolókapu tartozik, ezeken keresztül biztosítják a raktározást. Itt nap mint nap összesen 40 nehézgépjármű közlekedik. A logisztikai központ átadó ünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök beszédében kiemelte, a 2008-2009-es gazdasági válság után nem sokan hittek Magyarország talpraállásában. A mostanihoz hasonló beruházások azonban azt bizonyítják, hogy a fejlődés stabil és folyamatos. Magyarország föltápászkodott, lassan a saját lábán áll, ha nem is olyan erősen még, ahogy szeretnénk, de marad legalább a saját lábán áll, és ilyen események történnek Magyarországon, ha nem is minden nap, de minden héten egy-egy újabb beruházás, egy-egy újabb fejlesztés, egy-egy pozitív jel és visszajelzés arról, hogy a munkánknak van értelme. A második dolog, ami eszembe jutotta, hogy itt körbenéztem, az az, hogy milyen jó, hogy végre Magyarország jövőjét már nem csak Budapesten és nem csak elméleti emberek írják, hanem valóságos vállalkozók, üzletemberek, befektetők, és az ország minden pontján, például a korábban oly sokszor elmaradottnak tekintett Nyíregyházán, amiről mi, akik ismerjük ezt a várost, pontosan tudjuk, hogy ez a jelző már régen idejét múlt. Szeretném én azt, hogyha Magyarország minden nagyvárosa olyan jó állapotban lenne, és olyan szép fejlődési perspektívák előtt állna, mint amilyen előtt az önök városa Nyíregyháza áll. Orbán Viktor azt is kiemelte beszédében, egy másik követendő nyíregyházi példa az itt működő magyar és külföldi vállalatok együttműködése, majd hozzátette, a kormány kész további újabb nagyszabású tervek kivitelezésére közösen a helyi cégekkel a helyi érdekekért.
Több mint 100 féle szakmát ismerhettek meg a pályaválasztás előtt álló diákok ma a 18. pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. A szakma bemutatón arra hívták fel a diákok és szüleik figyelmét, hogy megfontoltan kell iskolát választani, hiszen manapság több területen is munkaerőhiány van, amelyen átképzésekkel, felnőttképzési programokkal próbálnak segíteni. Érdekes kísérletek, tetszetős frizurák és finom falatok, változatos szakmákat láthattak a diákok, ha ellátogattak az idei pályaválasztási kiállításra. Több mint 100 féle szakma mutatkozott be. Általában a kiállító intézmények végzős diákjai ajánlották a pályaválasztás előtt állóknak saját iskolájukat. A mai diákoknak fontos, hogy olyan szakmát választanak, amivel később el tudnak majd helyezkedni. Nálunk is nagyon sok olyan diák van, akik ugye kikerülnek ebben a szakmában, és tehát azonnal, igazából Facebookon is folyamatosan látom ezeket a posztokat, hogy ugye a saját tanáraink ajánlják ezeket a munkákat, és én is nagyon bízom benne egyébként, hogyha innen kikerülök, akkor biztos vagyok benne, hogy fogok ezzel munkát találni. Megfontoltan kell szakmát választani, hiszen egyre több területen van itthon munkaerőhiány. Erről a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár is beszélt a rendezvényen. Jelenleg 2 szakmát is ingyen lehet megszerezni, és a munkaerőhiány enyhítésére támogatott képzések is indulnak. Rengeteg forrás áll rendelkezésre. Hát most tényleg azt tudom mondani, hogy sokkal több az anyagi lehetőség, mint bármikor korábban annak érdekében, hogy a megfelelően szakképzett munkaerőt a befektetőknek, a beruházóknak a rendelkezésére bocsássunk. Ugyanis országosan most már 70 ezer és 100 ezer között van azon üres álláshelyek száma, amelyeket huzamos ideje nem tudnak betölteni a foglalkoztatók. Nyilvánvalóan itt fajsúlyosan megjelenik az a kormányzati felelősség, hogy ezt a munkaerőt valahogyan rendelkezésre bocsássuk. A duális képzés bevezetésével a szakmatanulás gyakorlatorientált lett. Ez lényeges, hiszen a diákok ezáltal nagyobb tapasztalattal lépnek ki a munkaerőpiacra. A gyerekek a tanulmányaiknak egy jelentős részét azt üzemi körülmények között töltik, és nem csak a szakmát sajátítják el, hanem azt a munkakultúrát, és amiben ezt a munkát el kell végezni, vagy megismerkedhetnek azokkal a cégekkel, akiknél később megjelenhetnek, mint potenciális munkavállaló. Azt gondolom, ez nagyon fontos a munkaerőpiac számára is, mert a legjobb fiatalokat, a legtehetségesebbeket ki tudják válogatni közben, és ott tudják tartani, és megélhetést tudnak gyújtani ezeknek a fiataloknak a számára. A szakképzés és a munkaerőpiaci igények összehangolásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara is közreműködik. A pályaorientációs tanácsadó programjukba a megyében mintegy 2000 diákot vontak be. A megyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs programja konkrétan arra terjed ki, hogy 7.-8.-osokkal a szakképzés irányába, a továbbtanulás irányába, a jó döntés irányába segítsük az ő gondolataikat. Mindezeket akár rendkívüli osztályfőnöki órákon, mind cég- és üzemlátogatásokon igyekszünk feléjük promótálni. Egy ilyen nagy rendezvény, mint a pályaválasztási kiállítás is azt a célt szolgálja, hogy minél könnyebb legyen a döntésük, mivel felvételi előtt állnak. A 3 nagy megyei szakképzési centrumhoz, a Nyíregyházi Mátészalkai és a Kisvárdai Központhoz tartozó iskolák mellett az egyházi és magán gimnáziumok, szakképzőiskolák, valamint felsőoktatási intézmények is részt vettek az idei kiállításon. Újabb kiemelt ellenőrzést végez a rendőrség. Október 9-e és 14-e között a Tiszpol Truck and Bus európai szintű kampány keretein belül a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik Magyarország útjain, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos pontján is. Térségünkben az akció október 11-e és 13-a között zajlik. Fokozott ellenőrzésre kell számítani Magyarország közútjain ismét, így a megye településein is. A Tiszpol Truck and Bus európai szintű ellenőrzés során ezúttal a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok, valamint sofőrjei kapnak kiemelt figyelmet. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását vizsgálják, de ellenőrzik a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A mai napon mindezt a forgalom teljes kiterelésével valósítják meg. A forgalom teljes kiterülésével megvalósul a úgynevezett totális ellenőrzés, tehát hogy minden járművezetőt ellenőriznek, tehát nem bújhatnak ki a rendőri ellenőrzés alól. Meg kell viszont említenem, hogy a mai ellenőrzésbe bevonásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve
a kormányhivatal közúti ellenőrei, akik segítik még a munkánkat, az a polgárőrség aktív tagjai, és nem valósulhatott meg ez az ellenőrzés a magyar közút technikai segítsége nélkül. A nehéz tehergépkocsik és autóbuszok vezetőinek ellenőrzésén túl a vizsgálat ezúttal is kiterjed az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószerrel, valamint a lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére és megszakítására is. Hamarosan az őszi-téli átállás is elérkezik, ennek fontosságára is felhívják az autóvezetők figyelmét. A járművet fel kell készíteni az őszi-téli útviszonyokra, tehát a járművek gumiabroncsát ellenőriztetni kell, időben cseréljék le a téli gumikat, a szélvédőmosó, ablakmosó berendezéseket ellenőrizni kell, illetve fel kell tölteni. Másrészt viszont a járművezetőknek is át kell állniuk a nyári időszakról a téli, illetve az őszi útviszonyokra. Fel kell készülniük, hogy síkos, nedves útszakaszon aszfalttal találkozhatnak, illetve hamarabb sötétedik, a sötétben vezetésre oda kell figyelni. Ezeknek a tanácsoknak és a fokozott közúti ellenőrzéseknek elsődleges célja, hogy a baleseteket megelőzzék, valamint felhívják az autó, teherautó és buszvezetők figyelmét a szabályok betartására. Az őszi belpolitikai változásokra reagált a Magyar Szocialista Párt Szabolcs-Szatmár Berekbegyei Területi Szövetsége szerdai sajtótájékoztatóján. Az előkampány során kiemelt szerepet kapott a Tegyünk igazságot jelszó. Ennek szellemében fókuszálnak a kampány kiemelt területeire. A legfontosabb elem az ország területei közti jövedelemkülönbség csökkentése, de hasonló térségi problémákat orvosolnának az egészségügyi ellátás és az oktatás kapcsán is. Csökkenteni kívánjuk azokat a jövedelemkülönbségeket, amelyek kialakultak az ország különböző részei között, azaz Szabolcs-Szatmár Bereg megye jövedelme elmaradását szeretnénk felzárkóztatni az ország átlagához a következő időszakban. Igazságtalan az, hogyha valaki ugyanolyan munkakörben itt nálunk a megyében kevesebbet keres, mint mondjuk Pest megyében. Jó helyezést ért el a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium a vidéki középiskolák rangsorában, hogy hanyadik is lett, arról hamarosan. Előtte nézzük a híradó további témáit. Hétfő este Debrecenben játszott mérkőzést a Blue Sharks a HEP kupában. A nyíregyházi kosarasok magabiztos játékkal végül fölényes, nagyarányú 112-83-as győzelmet arattak a debreceni EAC Campus Fesztivál 2018 együttese fölött. Igazi megyei rangadót rendeznek vasárnap a labdarúgó MB2-ben. A Nyíregyháza Spartacus vendége a második helyen álló Kisvárda lesz. A Spari egy rosszabb sorozat után legutóbb Zalaegerszegen 2-0-ás sikert aratott. Remélik, győztes formájukat a várdaiak ellen is hozni tudják. A vidéki iskolák versenyén negyedik, az országos listán pedig a 12. helyen végzett a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium. A rangsort a Heti Világgazdaság nevű hetilap állította össze, többek között a tavalyi közép- és emelt szintű érettségi eredmények alapján. A legjobb 100 iskola közé a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium is bekerült a 42. helyen. Ismét összeállították az ország 100 legjobb középiskolájának rangsorát. A Heti Világgazdaság című heti lap a listát számos szempont figyelembevételével alkotta meg. Így például számítottak a tavalyi közép- és emelt szintű érettségi eredmények magyar nyelvből és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint a hazai felsőoktatásba felvételt nyertek felvételi pontszámának átlaga is. Az elmúlt években már voltunk néhány helyen előrébb. Igazából mindig nagyon örülünk ennek az eredménynek, mert azt mutatja, hogy amit az intézményben pedagógiai munkát végzünk, az sikeres és eredményes tud lenni. Abban bízom, hogy a beiskolázásunknál a bizonytalanokat ezek az eredmények meggyőzhetik arra, hogy érdemes a Krúdiba jönni. A nevelőtestület számára egy motiváló erőt jelent ez a helyezés, és egy fajta megerősítést abban, hogy jó irányban gondoljuk és tesszük a dolgainkat, ugyanakkor arra is szolgál, hogy átgondoljuk a további fejlesztési irányainkat. Az intézmény profiljában átalakítást nem tervezünk, hiszen ez egy sikeres természettudományokon alapuló, de ugyanakkor a humántudományokat is nagyon szem előtt tartó intézményi pedagógiai rendszer. Azt gondolom, hogy az apró munkában vannak a részletekben elrejtve azok a trükkök, amivel sokat lehet elérni,
akárcsak módszertanilag, akárcsak új tanítási eljárások elsajátítása, képzések, továbbképzéseken való aktív részvétel, ez mindazt fogja eredményezni, hogy bízom benne, hogy a későbbiekben hasonlóan jó vagy még jobb eredményt érünk el. A diákok és a pedagógusok egyaránt büszkék önmagukra, egymásra és az intézményükre is, hiszen a vidéki iskolák közül a Krudi Gyula gimnázium a negyedik lett, és országos viszonylatban is az előkelő 12. helyen végeztek. Egy másik nyíregyházi középiskola is helyet kapott ezen az összesítő listán, a Kölcsei Ferenc gimnázium a 42. lett a rangsorban. Hétfő este Debrecenben játszott mérkőzést a Blue Sharks a HEP kupában. A nyíregyházi kosarasok magabiztos játékkal végül fölényes nagyarányú 112-83-as győzelmet arattak a debreceni EAC Campus Fesztivál 2018 együttese fölött. A bajnokságban oroszlányban elmaradt a bravúr, a HEP kupában viszont javíthatott a Blue Sharks. Az MB2-es debreceni EAC ellen hétfőn idegenben rendezett találkozón érvényesítették is a papírformát a cápák. A mérkőzés során végig a nyíregyházi kosarasok akarata dominált, és bár az első negyedtől még a debreceniek ráijesztettek a cápákra, a harmadik negyedtől azonban már nem a Blue Sharks győzelme, hanem a pontkülönbség volt a kérdés, ami végül majdnem 30-nál állt meg. Így 112-83-as sikerrel jutott tovább a Blue Sharks a HEP kupában. A nyíregyháziaknál Czura Attila ismét vezéregyéniség volt, a csapat hatékony működését viszont jól mutatja, hogy mind a 12 nevezett játékos pontot szerzett. Kicsit készültünk azért Debrecenre, mert ugye a tavalyi NB1-B csapatos játékosokból tevétik össze a nagy része ennek a csapatnak. Egy kicsit álmosan és fáradtan kezdtük a mérkőzést, de aztán átlendültünk a holdponton, és a végére már fölényes győzelmet arattunk. A cápák csütörtökön a román másodosztályú Máramarosszigettel játszanak a kosárlabdát népszerűsítő bemutató mérkőzést. Utána pedig már a Honvéd elleni bajnokira hangolódik a csapat. Péntektől kezdve már készülünk a Honvédra, ugye itt a videót addigra meg lesz vágva, ugye a scoutingot elkészítjük a játékosokról, a Honvéd játékosokról, ki mit tud. Szombaton videózunk egyet, megnézzük, hogy milyen játékok vannak az ellenfélnek, készülünk, hogy hogy fogunk védekezni, és vasárnap pedig mérkőzés. Mindenképpen nehéz mérkőzésre számítunk, mert a Honvéd erőszakos, kicsit verekedős kosárlabdát játszik. Nem annyira rendszer szerint játszanak, hanem inkább egyéni képességekre próbálnak fókuszálni. Ezért nehéz ellenük védekezni, védekezési taktikát kell alakítani, de mindenképpen úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk. Ugye nekik három vereségük van, hazai pályázunk, és mindenképpen nyerni szeretnénk. A Blue Sharks vasárnap délután a Honvéd kérésére, felcserélve a pályaválasztói jogot, nem idegenben, hanem a Continental Arénában hazai pályán játssza bajnoki mérkőzését. Igazi megyei rangadót rendeznek vasárnap a labdarúgó MB2-ben. A Nyíregyháza Spartacus vendége a második helyen álló Kisvárda lesz. A Spari egy rosszabb sorozat után legutóbb Zalaegerszegen 2-0-ás sikert aratott. Remélik, győztes formájukat a várdaiak ellen is hozni tudják. Nem adta könnyen a győzelmet a hétvégén a Zalaegerszeg. A Nyíregyháza Spartacus végül szoros küzdelemben nyert Pekár László és Dragóner Filip góljaival 2-0-ra az MB2 legutóbbi fordulójában. A mérkőzésen a Nyíregyháza csatárai aktívak voltak, de nagy feladat hárult a védelemre és a kapuban Jova Leventére is. Utóbbi szerint végig nagy koncentrációra volt szükségük, és a csapat egységét is jelzi a mostani siker, amivel talán sikerül lezárniuk az utóbbi időszak rosszabb sorozatát. Hát igazából ugye most elkezdték megfejteni azt a dolgot, ugye, hogy még klubot építünk, és tényleg csapatot szeretnénk elsősorban, és ez a mérkőzés ez nagyon jó cél volt ahhoz, hogy csapat legyél, csapat te alakuljál, mert tényleg érezted azt, hogy egymásért küzdesz, egymásért harcolsz, és tényleg egy huron pendült az egész társaság. Tényleg a csatártól kezdve a kapusig együtt tolódtunk, együtt védekeztünk, koncentrációban ott voltunk, úgyhogy tényleg ez egy jó kezdet volt, úgymond, mert még ugye a bajnokság elején vagyunk, szóval sok mérkőzés van, úgyhogy itt még bármi lehet, úgyhogy ha most így elindult ez a csapatfejlesztés, akkor jó úton járunk. A következő fordulóban vasárnap igazi megyei rangadó következik az MB2-ben, hiszen a Spari a tabellán jelenleg második Kisvárdát fogadja. A nyíregyháziaknál Fodor Ferenc személyében egy olyan játékos is pályára léphet, aki tavaly még pont a várdaiakat erősítette. Kisvárda jól kezdte a szezont, ez ugye pontokban is látszik, sok gólt rúgnak meccseken, azonban azért kapnak is.
A mi előző mérkőzésünk az Zalaegerszeg ellen azért némi bizalomra ad okot. Azt gondolom, hogy helyenként voltak igazán meglepő és szép megoldások is. Én egy kiélezett, de nehéz meccsre számítok. A nehéz meccsek a Spari utánpótlásánál is most jönnek majd. A Nyíregyháza a Spartacus Bozsik Akadémia U19-es gárdája már csak egyedüléként veretlen a másodosztályú bajnokságban. De a többi korosztály csapata is jól szerepelnek, a teljesítményre pedig pozitív hatással van az is, hogy tisztázódott az akadémia helyzete. Most egy kicsit úgy rendezettebbé váltunk, nagyon sokat számít az, hogy visszakerülhetünk ide Spartacushoz. Ez mind a szülők, mind a játékosokat megdobta egy kicsit, úgymond, és teljesen másképpen szemlik már az eseményeket. Addig is szurkoltak, addig is jöttek, és csinálták becsületesen a dolgokat, és akartak labdarúgók lenni, de most valahogy egy kicsit ez más. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és nap mint nap látjuk ennek a jelét. Ennek az egyik jele például az U19, hogy ilyen szépen szerepel. Ez nyitotta meg a lehetőséget arra, hogy sokkal jobb körülmények között tudnak most dolgozni. Tehát olyan dolgokat meg tudunk már engedni nekik, hogy stábot tudunk melléjük tenni, megfelelő pályán tudnak edzeni jó körülmények között, és meg is állálják. Most jelen pillanatban vezetik a bajnokságot a második vonalban. Az U19-es együttes szombaton a Pécs ellen idegenben, majd október 21-én hazai pályán a jelenleg egy ponttal annyira gyerek mögött lemaradó Vasas ellen folytathatja jó szériáját. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, néhány mondatban. Kelet-Magyarország legnagyobb logisztikai bázisát adta át Orbán Viktor miniszterelnök szerda délelőtt Nyíregyházán. A Révész Nyírlok Kft. Rekordgyorsasággal mindössze 10 hónap alatt épített új, több mint 50 ezer négyzetméteres központot. A teljes mértékben magyar tulajdonú vállalat jelenleg 600 munkavállalóval és 500 kamionnal Magyarország piacvezető cége, de Európában is kiemelkedő szerepe van a gazdasági életben. Több mint 100 féle szakmát ismerhettek meg a pályaválasztás előtt álló diákok ma a 18. pályaválasztási kiállításon Nyíregyházán. A szakma bemutatón arra hívták fel a diákok és szüleik figyelmét, hogy megfontoltan kell iskolát választani, hiszen manapság több területen is munkaerőhiány van, amelyen átképzésekkel, felnőtt képzési programokkal próbálnak segíteni. Újabb kiemelt ellenőrzést végez a rendőrség. Október 9-e és 14-e között a Tiszpol Track and Bus európai szintű kampány keretein belül a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik Magyarország útjain, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos pontján is. Térségünkben az akció október 11-e és 13-a között zajlik. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 11-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik holnapunkon is. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik a változóan felhős, enyhe, őszi idő. Egy anticiklon peremén egyre enyhébb, alacsonyabb nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Kissé erősödik a nappali felmelegedés. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, legfeljebb egy-két helyen fordul elő jelentéktelen eső. Éjszaka sokfelé párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A délnyugati szél mérsékelt marad, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és közepesen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak, csapadék nem valószínű, a nyugati szél több helyen megélénkül. Délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás érezhető, amely egy csütörtökön este gyenge hidegfronti hatás vált föl. Pénteken egy hidegfront súrolja térségünket, de számottevő változást nem okoz. A hétvégén és a jövő hét elején döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, csapadék nem valószínű. Általában gyengén felhős, napos idő lesz a jellemző, ugyanakkor főleg az éjszakai reggeli órákban többfelé számítani lehet párásságra, kötfoltokra, a hőmérséklet lényegesen nem változik. Ezekben a napokban rohamosan rövidülnek a nappalok, nagyjából 3 percet minden egyes nap.